pár napja láttalak a napkeltében. Tulajdonképpen most hogy is van ez az Ergo Story? Lesz? Nem lesz? Tudj kérdezni, de jó ez előtt. Hát, Bencikém, hogy lesz, nem lesz, az csak a jóisten tudja. Egyesek már nagyon jobban tudják, mint én, hogy lesz. Nagyon konkrétan tudják, már azt is tudják, hogy mikor és mennyi a gázsink. Én még nem, abszolút nem tudok semmiről semmit. Bár most ezen a hajón találkoztam a Holló Józsival, meg a Környei Attilával. Őket ismerem valahonnan. Te mint egyik Gida aspiráns, akkor már négyen vagyunk az Ergóból. Lehet, hogy lesz. Ha az biztos, hogy annyi az alapja, vidd már ezt a krumplit előle. Egy biztos, hogy egy nagyon tőkerős szponzorcég bejelentkezett, hogy ő nagyon szívesen megcsinálna. Ennyi az alap, és az a legfontosabb. Innen most már csak a mi döntésünk, a közös döntésünk lesz, hogy mikor. Jó, szóval úgy érzem, hogy te szél járásából, hogy lesz talán már jövőre, így van? Így van. Viszont, ami biztos, hogy holnap mi is lesz. Holnap Fányő Miklós barátomnak leszek a vendége a Margit-szigeten. Szerintem, mikor ez az adás van, akkor már rég voltam. De nagyon jó leszek. Szóval egyet tudok mondani, hogy a szokásomhoz híven... Egyszerűen nem tudsz rossz lenni, valljuk be szerényen. De félelmetes együttesnek a tagjaként föllépek, és a szívdobogtató Szikora Robit fogom eljátszani. Egyébként egészségetekre. Köszönjük szépen. Még valamit szeretnék tudni. Valami új klippekről csiripelnek a madarak. Ja, csináltunk egy új klippet a Uccsó lemezről. Azon volt, tudod, a sok feldolgozás mellett egy új szám, vagy kettő. Ennek az a cím, hogy Hull a csillag. Megütlek. Direkt csinálom. És akartam egy jó csajt, képzeld, és téged néztek ki, de állítólag valami ízi himlős voltál, vagy nem? Bárhány himlőt kaptál. Ezért nem... Az agybaj kezdődő tünetei törtek rám. Ezért nem tudtál eljönni, de nem is baj, mert... De nagy baj. Szerintem is nagy baj, és ez végszónak nagyon jó. Sok sikert a jövőben, Rob, és remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. Mai alkalommal.